kompassz, ugye az angol nyelvből származó szó, az iránytűt jelent, de nem csak a név, hanem maga az autó is irányt mutat, legalábbis, hogyha hobbi terepjáró közepes SUV kategóriát nézzük, ő tudja azt, hogy kompakt méretekben, nagyon dizájnos külsővel, egy valódi terepjárós tudással felvértezett autót ad. A Jeepnél ennek a modellnek volt-e valamilyen elődje? 2006-7-ben indult igazából az előző kompassz verzió, aminek volt egy egész hosszú élete, és 17-től, ha jól emlékszem, kezdték el ezt gyártani, és ez ugyanarra a platformra épül, mint a ugye Fiat Concernről beszélünk, az 500X, tehát az kis 500-asnak egy emelt változata, de egyébként nekem egy nagyon jó tetsző modell, mert nagyon jó arányokkal rendelkezik az is, illetve ennek a kis testvére Renegade is. Tehát vannak gyökerek, elég régre is visszanyúlik, viszont ebbe szerintem mindközül a legtöbb technikát, motorizáltságot, felszereltséget tették bele, amit ebbe a kategóriába a Jeep bele tudott tenni. Szerintem egy nagyon jó, elegáns, sportos dizájnt sikerült az oldal tenni, viszont az oldal sziluett pedig igazi hobbi terepjárós, tehát nagyon divatos, emelkedik szépen az övvonal, ráadásul ezen kétszínű a fényezés, tehát itt feketét is kapunk, és még egy 420 000-es extra is benne van, ami ugye a nyitható üvegtető. Ezen kívül ez egy csodálatos szín, és hátul pedig egy klasszikus amerikai terepjárós hátsót sikerült rá rittyenteni, amit ugye kiemelnek a Jeepeknél jellemző szögletesre húzott ugye kerékjárati ívek, amik általában műanyagok, és ez igazából egy kicsit úgy robosztusabbá teszi az egész konstrukciót. Van itt plusz rögzítési pont, és akkor erre rakod még fel a kereszttartó, az ugye még egy kicsit magasabbra kiemelkedik. Jó, akkor elfér. Hogy ne ütközzön bele. Elfér a napfénytető. De jó, ez kell. Az a baj, hogy csak a legmagasabb felszereltséghez lehet rendelni. Ez melyik felszereltség? Ez a legmagasabb. És ebben mi van? Minden. Kösz! Szevasz, Viktor, mentem! 18-as alufelnik. Igen. Tényleg 18-as? Bekamuszhatod nyugodtan. 19-es fel. Úgy van, hogy a sport alapfelszereltséghez már van 16-os, és akkor lehet 17-est a második felszereltségi szinthez, és ez pedig még az extra, ugye 19-es, és akkor még ott a 18-as is, tehát azért van választási lehetőség. Némi aggályai merültek fel a világos bőrüléssel kapcsolatban. Meg kell, hogy nyugtassalak én is, meg szerintem nagyon sok ilyen véleményt fogsz meghallani, hogy nem rosszabb, mint hogyha sötét bőrülés lenne egy autóban. Főleg, ha jobban szereted a vaníliát a csokifagyinál. Egyébként tényleg jobban tisztítható, annyi, hogy megfelelő bőrápolót kell használni, és gyakrabban letakarítani, ezt mondták a szalomba is. Tehát mindenki azt hiszi, hogy kényes a bőr, de nem. Csak megfelelő ápolást igényel egy szövetnél, viszont hogyha belemegy, akkor onnantól vége. Elég nagyméretű 8,5-szoros kijelzőt kapsz, mindenféle funkció, ami kell, az gombokkal is elérhető, és ami ugye ebben az extra, hogy ugye az összkerékhajtási rendszer az egyes, hogy van egy intelligens alaphelyzet, amikor önmaga dönti el, hogy hány kerék hajtson, egy, kettő vagy négy, és itt tudsz egy gombbal zárni is.
Nyílik ez magától is. És motorral, tehát nem úgy, hogy belőle egy kis kampot kell fogni, nyomni. Tehát csomagtartó, hát az most így teljes értékű pótkerékkel tűnik laposnak, de így is 450 liter körül van. Viszont ha szükségpótkerék van, akkor ez még bővíthető 80 liter körül. Ez egy kihajtható könnyök támasz pohártartóval? Így van. Tehát a középen, hogyha hátul két ember ül, akkor egy elég kényelmes pozíciót tudsz felvenni. Illetve ami még pozitívum, hogy ebben Beats Audio hifi rendszer van, és annak a mélynyomója az ide került. Hát sok jó hifit hallottunk már, de az egyik legjobbak között van. Érdekes volna pont egy amerikai eredetű, egyébként pedig ugye a Fiattal közösen fejlesztett, gyártott típusnál kaptuk ezt meg. Kényelemre hangolt, tehát érzed, hogy nincsen gond már itt a betonúton egyáltalán, de várhatóan terepen is egészen elviselhető lesz az a rúgózási komfort, amit így ad az autó. Amit tud az összkerékfajtási rendszer, hogy automatikusan osztja a nyomatékot, illetve tudunk mi is beavatkozni, tehát van három program, a Snow, a Sand és a Mud, tehát habas, homokos, illetve sáros terepre is, ha kimegyünk, laza talajra, akkor úgy állítgatja a rendszer a nyomatékelosztást, néha ugye fékezgetéssel kerekenként, hogy az optimális legyen, illetve tudjuk rögzíteni a négykerék meghajtást, ami alapból ugye automatikus, és ezzel mind a négykereket fixen hajtja, de ez is ugye elektronikus vezérlésű, tehát megfeszíteni a rendszert nem tudjuk. Nézzük meg, hogy mi van, hogyha egy kicsit lemegyünk, lekonyolodunk itt az épített útról, és mit tapasztalunk. Nyilván itt a fokozatosság elvét betartjuk, tehát először ilyen kavicsos részre fogunk menni, de erre például egy elsőkerekes verzés abszolút ideálisan használható. A Jeep-nek az igazi jó tulajdonsága, és ennek a kompasznak is az egyik legdrágább egyedi kivitelben jön ki igazán, a Trailhawk kivitelben. Ugye ez most egy limitedben ülünk, ami egy magas felszereltség. A Trailhawk pedig még annyit hozzátesz, hogy nagyobbak a terepszögek, tehát olyan a spoilerezés elő-hátul köténylemez, hogy bírja a kiképzést, illetve haspáncélt is kapott. Úgyhogy, és annál van egy felező fokozat is, ami még segít az extrém terepen. Tehát ebből is láthatjuk, hogy ez egy másik ilyen SUV-s, crossover-es gyártónál, típussorozatnál nem mindig találjuk meg, sőt, általában nem találjuk meg egy kimondott ilyen terepre optimalizált felszereltségi és hajtáslánc opció megtalálható. Most három olyan gödör volt előttünk, ami elég durván nézett ki, és ilyen simán átment rajta. Nagyon kellemes, igen. Pedig nincs adaptív rendszer, nincs semmi extra, hanem csak egyszerűen jól hangolt a futómű, kimondottan erre is alkalmassá teszi az autót, hogy itt ilyen helyeken menjünk, és akár még nagyobb sebességgel is hajtsunk. Sandra átállítottam, automatikusan bekapcsolta az összkerékhajtást. És ilyenkor mi az, amit te érzel, mint a pilóta? Egyelőre semmit, és kivette az ESP-t, ami egy picit szabadságot enged, és gyakorlatilag ami pluszban mindjárt kiderül, hogy a váltó is a kettes fokozatig váltsak föl, és hogyha kicsit odalépünk, akkor egy másabb élmény. Megöllek, ha neki csapod egy fának. Nem szeretnék. Ha még marad belőled annyi. És mint egy Wranglerrel, vagy egy buggyval azt az élvezetet adja, hogy ezen a kavicsoson ilyen 50-60-nal simán lehet haladni. És érezni, hogy itt a dízelmotor ereje az bizony rendelkezésre áll. És a futómű még most sem kényelmetlen.
mennyire fogja meg, mennyire nyúl bele ilyenkor? Ilyenkor szinte semennyire, tehát itt csak nagyon ez a biztonsági határon egy picit, és maga az összkerékhajtás dolgozik, de hát itt képes arra, hogy ugye az ember egy kicsit így megrángatja, akkor a hátsó kerekek elkezdenek tolni, és akkor ettől érzi azt az ember, hogy egy kicsit ilyen rally pilótán képzelheti magát ilyen laza talajnál, hogy elindul egy kicsit a hátulja, és így farolgathatunk. Miközben persze azért figyelni kell, mert ami csúszik, az bármilyen elektronika mellett és összkerékhajtás mellett is csúszik. Azt a mindenit! Ez egy ilyen tereprali. Igen, teljesen az a hatás. Összemocskoltuk. Szépen összemocskoltuk, de az amerikai terepjáros érzés megvan, hihetetlen volna, nem vártam volna, hogy ezt tudja ez a Verda. De miért nem a mérete miatt, vagy pedig a teljesítmény, amit néztél, vagy mi? Azt hittem, hogy ez már jobban urbanizálódott, de szerencsére nem. A Jeep nem adja. Szerencsére nem, és még ugye ez nem is az igazán terepre kihelyezett Trailhawk verzió, hanem csak egy limited. Árakat nézzünk, én ahogy a katalógust átlapozgattam, olyan 7 millió körül kezdődik valahol, és talán olyan 12 fölött van a vége. Jól láttad. Most van egy nagyon jó akció, hogy nem a sport alapfelszereltség, hanem ez a Longitude felszereltség van 7 millió 3 ér. Első kerékhajtás 140 lovas benzines, szerintem simán jó, simán vállalható. Ha nagyon kell az összkerékhajtás, akkor nyilván ugye a magasabb felszereltségű és automataváltás erős modelleket kell választani. Mondjuk egy dízel már ilyen 8-9 millió körül indul, az összkerekesek pedig azért 10 fölött. De hát ez mindenhol így van a konkurenciánál, ahhoz, hogy így tudjunk csapatni vele, ahhoz bizony azért akár egy ilyen limited verziónál 12 millió, vagy annál többet is kell fizetni érte, de azért már mondjuk kapunk akár egy bőr belsőt ilyen világos színben. Bemászottad egy gecko. Ezek gecko. A kis apróságok, ugye itt meg vannak, kis Willys Jeep. Ja, jó. Szóval még lehetne találni lehet olyan dolgokat, amivel el lehet itt lenni, akár évekig, amikor az ember otthon a garázsából előveszi. Mindig találsz benne valami meglepetést, amit eddig még nem vettél észre, mint a csupaszpisztoly filmeknél, ugye? Ott is mindig, akárhányszor nézed, mindig találsz benne valami kis apróságot, amit addig nem láttál. Hát nekem bejött nagyon. Nekem is. Kompassz.